Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki most is velünk fog imádkozni ezen a Szent Misén. Vagy most is 6 órakor fogjuk elkezdeni, addig még várok rátok egy picit, hogy csatlakozzak testvérek. És talán annyit megtehetünk, ameddig nincsen 6 óra, hogy elgondoljátok, hogy ki milyen szándékra szeretné felajánlani a közös imádságunkat, ezt a Szent Misét. Akár ezeket a szándékokat nyugodtan ki is írhatjátok ezekbe a komment mezőkbe, és akkor jobban tudtok egymásnak a kérésére is imádkozni, jobban tudtok egymásra figyelni. Sokat segít ez mindannyiunknak, tehát bátorítalak és kérlek titeket, hogy akkor írjátok le, hogy ti kiért, miért szeretnétek imádkozni ebben a misében, itt együtt velünk. És akkor várom ezeket a szándékokat, amikre szeretnétek, hogy megvalósuljon a Szent Mise áldozat. Nem csak nekem fontos ez, hanem hogy egymást jobban tudjátok segíteni az imában. Itt látom, hogy a titokos testvérek már jelezték, imádkozunk édesanyádért, abszolút. Úgyhogy Isten áldjon téged. És nézem a másik monitort is, ott még nem nagyon látok szándékunk írását, nem baj, abszolút rá van bízva. Lassan 6 óra lesz, és akkor Szentlélek hívó imádságunkkal el is kezdjük a közös alkalmunkat. Jöjj, Szentlélek, Úristen, áradd le ránk kegyesen, mennyből fényességedet, mennyből fényességedet. Jöjj el, jöjj, Szentlélek, Úristen, jöjj el, Árvád gyámola, jöjj el, szívünk orvosa, oszd ki égi kincsedet. Jöjj el, jöjj, Szentlélek, Úristen! Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal és a te lelkeddel. Hogy mondtam nektek itt a beköszönőnek az elején, hogyha kiírjátok a szándékokat, akkor jobban tudunk egymásért imádkozni, és látom, hogy már a TikTokon is jelentek meg ezek a kérések, ima szándékok. Én is idehozom a sajátomat, én élő Vivienért szeretnék imádkozni, elsősorban a mai Szent Misénkben, és a Krisztus szerinti eukarisztikus kongresszusra való készületért is. Ugye ez, hogy nagyon ráfér az imádság, nagyon sokat kéne azért tennünk, hogy valamilyen módon jól valósuljon meg ez Isten terve szerint. Mielőtt részesednénk a titkokban, megtörténne az átváltoztatás, meghallanánk az evangéliumot, az olvasmányban pedig Isten igéjét, nézzünk önmagunkba, és tartsunk egy kis bűnbánatot. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Most pedig énekeljük az Uram irgalmazz éneket.
Uram, hírgalmaz! Uram, hírgalmaz! Uram, hírgalmaz! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Krisztus kegyelmez! Uram, hírgalmaz! Uram, hírgalmaz! Uram, hírgalmaz! Így hangzik a kezdőének, gyújts szememben fényt, hogy a halál álma ne érjen el, hogy ellenségem ne mondja, legyőztem. Könyörögjünk. Jóságos Istenünk, oltalmaz szüntelen egyházadat, hiszen nélküled erőtlen a halandó ember. Segítségeddel tarts távol mindig a rosszat, és vezess minket az üdvösség útján, a mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Amen. Most pedig hallgassuk meg az olvasmányt Izaiás próféta könyvéből. Profétája által szól az Úr. Halljátok az Úr szavát, Szodoma fejedelmei. Figyelj Isten parancsára, Gomorra népe. Mosdjatok meg, és tisztuljatok meg. Elgonosz tetteitekkel színem elől. Ne tegyetek többé rosszat. Tanuljatok meg jót tenni. Keressétek az igazságot. Segítsétek az elnyomottakat. Szolgáltassatok igazságot az árváknak, és védelmezzétek az özvegyet. Aztán jöjjetek, és szálljatok velem perbe, mondja az Úr. Ha olyanok volnának is bűneitek, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó, és ha olyan vörösek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Ha készséggel engedelmeskedtek, majd a föld legjavából lesztek. De ha tovább is lázongotok ellenem, kard pusztít el benneteket. Igen, az Isten szája mondta ezt. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Most pedig énekeljük együtt a válaszos zsoltárt, így fog hangzódni a dallam. Aki szeplőtelenül járja az élet útját, annak mutatom meg az Isten üdvösségét. Aki szeplőtelenül járja az élet útját, annak mutatom meg az Isten üdvösségét. Nem áldozataid miatt dorgállak meg én, égő áldozataidat mindig látom. Nem fogadok el borjakat házattól, kecskéket sem kívánok legelődről. Aki szeplőtelenül járja az élet útját, annak mutatom meg az Isten üdvösségét. Törvényeimet mértemlegeted, és miért veszed ajkamra a szövetségem? Hiszen gyűlölöd a törvény fegyelmét, hátat fordítasz szavaimnak. Aki szeplőtelenül járja az élet útját, annak mutatom meg az Isten üdvösségét. Így cselekedtél, és én csak hallgattam, úgy vélted, hozzád hasonló vagyok. De felelned kell, mert számom kérlek. Aki tisztel engem, a dicséret áldozatát hozza. Aki szeplőtelenül járja az élet útját, annak mutatom meg az Isten üdvösségét. Aki szeplőtelenül járja az élet útját, annak mutatom meg az Isten üdvösségét. Jézusat, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Jézusat, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Szakítsatok minden törvényszegéssel, mondja a mi Urunk Istenünk. Szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket a bűnbánatban. Jézusat, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség
neked, Istenünk. Egy alkalommal Jézus e szavakkal fordult a néphez és tanítványaihoz. Mózes tanító székében az írástudók és a farizeusok ülnek. Tegyetek meg, és tartsatok meg ezért mindent, amit mondanak nektek. De tetteitekben ne kövessétek őket, mert tanítják ugyan, de maguk nem teszik azt. Súlyos, sőt elviselhetetlen terheket kötöznek össze, és helyeznek az emberek vállára. De maguk egy ujjal sem hajlandók mozdítani rajta. Amit tesznek, azért teszik, hogy lássák őket az emberek. Szélesre szabják imaszíjukat, és köntösükön megnagyobbítják a bojtokat. Vendégségben szeretnek a főhelyekre ülni, a zsinagógákban pedig az első székbe. Elvárják, hogy az emberek köszönjenek nekik a főtereken, és hogy rabbinak, azaz mesternek szólítsák őket. Ti ne hívassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek. Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. De atyának se hívjatok senkit se a földön, mert egy a ti atyátok a mennyei. És tanítónak se hívassátok magatokat, hiszen egy a ti tanítótok a Krisztus. Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Mielőtt szólnék hozzátok, egy kicsit félrenyúlok ide a polchoz, és idehozok egy teljes alapos szentírást. Tehát idehoztam egy teljes alapos szentírást, az van rájuk, hogy egy Biblia, ti most a betűket fordítva látjátok a kamerának a pozíciója miatt, de ez nem annyira lényeg. Azért hoztam ide a Bibliát, mert az olvasmánybeli prófétai szöveget hallottatok a parancsok megtartásáról. Az evangéliumban pedig arról, hogy ki magyarázza és hogyan magyarázza a törvényt, az életszabályzatot, ami alapján életünk lehet. És akkor itt egy elég súlyos kritikát fogalmaz meg ugye Jézus a törvény magyarázóival kapcsolatban, farizeusokkal, írástudókkal, és leírja, hogy mik lehetnek emögött a motivációik. Na már most. Én nagyon örülök annak az eredménynek, amit a lelki gyakorlatomon tapasztaltam, és amiről már szóltam nektek. Amikor benne voltam az imádságban, az elkedő imádságban is, és az összes többiben is, akkor volt egy olyan köztes rész, amikor a kitett oltári szentség előtt, tehát a Krisztus előtt, elővettem a törvényt. A Tórát, hogy így mondjam. A törvényt, a Tórát. Néhány szót mondok nektek erről, mert ebben nagyon sokszor bele szoktunk gabajodni, és talán nem is átfeszk, kibogozzuk. Ha azt mondom, hogy Tóra, akkor mindenkinek egyértelműen a zsidóság jut az eszébe. Eledőlt a Biblia, de mindjárt felállítjuk. Tehát ha azt mondom, hogy Tóra, mindenkinek egyértelműen a zsidóság jut eszébe, és annak a legszentebb iratai. Ez így is van, és jól is van, de a Tóra számunkra, katolikusoknak és keresztényeknek is nagyon-nagyon fontos és nélkülözhetetlen irat. Tehát ha azt mondhatnám, egy képpel élve, akkor az az Ószövetség, az az Ószövetségnek az evangélium a Tóra. És ha teljesen őszinte vagyok veletek, akkor amikor az evangéliumokkal foglalkoztok, akár Mátét, Márkot, Lukást vagy Jánost olvassátok, rengeteg utalás miatt talán picit érthetetlen is a dolog, hogyha nem ismeritek a Tórát. Tehát most arra szeretnélek elsősorban rávenni titeket, hogy önszorgalomból is, és a dolgok tisztán látása véget is, legalább olyan behatóan tanulmányozzátok a Tórát, mint a négy evangéliumot. Mi ez a Tóra? Gondoljuk már, az idősebb testvérek össze-vissza mérgeskednek. A Tóra más néven Mózes öt könyve. Vagy így is mondhatom,
hogy első, ugye, a teremtés könyve, második, a kivonulás könyve, harmadik, a leviták könyve, negyedik, a számok könyve, és ötödik, az úgynevezett második törvénykönyv. Ezt Tórának, Mózes öt könyvének hívjuk, vagy pedig ezeken a neveken illetjük, amit először mondtam nektek, vagy először az előbb mondtam nektek. Miről szólnak? Teremtés könyve egyértelműen a világ teremtése, azon belül is a pátriárkáknak a története, Ábrahám, Izsák, Jákob. Kivonulás könyve, a zsidó nép Egyiptomból való szabadulása, az ott történt csodák. Leviták könyve, mindazokat a törvényeket magyarázza, amiket az Úrtól kapnak ott a Sínai hegyen. Ilyen picit a számok is, és a második törvénykönyv is, amit megtaláltuk a Szentírásban, annyi különbséggel, hogy rengeteg pusztában történt epizód, tehát a vándorlás során történt epizód is le van benne írva, hogy mi történik Izraellel, amikor 40 évig a pusztában tartózkodik, és hogyan alakul a kapcsolatuk ott az Úrral, hogyan élik meg az Úr vezetését, hogyan mennek át, most hogy mondjam így a próbatételeken, inkább amit nem is próbatételeknek mondanám őket, hanem hogyan érik meg a bizalmuk az Isten irányába, hogy hogyan lázadoznak időnként ezek ellen, és hogyan fordul mégis irgalmasan az Úr feléjük. Tehát a törvények mellett rengeteg történeti kiegészítést is tartalmaz a számok könyve és a második törvénykönyv. Miért hoztam ezt nektek ennyire részletesen elő? Azért, mert amikor ezt tényleg elkezditek otthon olvasni, legalább olyan lelkülettel és lelkesedéssel, mint az evangéliumot, ráébredtek, hogy ugyanaz a Krisztus, akit mi az evangéliumban megismerünk, és aki az új szövetségi szeretet parancsol, aki a hegyi beszédről tart nekünk tanítást, az ott van már ebben az írásban. Ő vezeti a választott népet a pusztában. Szinte elég nagy a ráérzésem arra, hogy amikor Mózessel beszélget találkozás sátrán, azon a ponton, az Isten mindig szól hozzá és adja az ő vezetését, a Krisztus jelenik meg. Nincs erre teljes bizonyíték persze, mert amikor az Istenség leírását találjuk a Tórában, Mózes öt könyvében, akkor mindig felhő, oszlop, tűzoszlop, szikla, ilyenekként szokott megjelenni. De tudjuk, hogy Mózes, mint a barátjával beszélget az Istennel. És ehhez a ponthoz érkeznék meg kicsit ma veletek az evangéliumban. Tehát Mózes színről színre, mint a barátjával beszél az Istennel. És itt már láthatjátok a párhuzamot. Krisztusnak a megnyilatkozása az emberek felé valami nagyon hasonló. Hogyan beszél Jézus az apostolokhoz, mint a barátaihoz? Nem mondalak többé szolgálnak titeket, barátaimnak mondalak titeket. Tehát azért mondom nektek ezt a dolgot, hogy most akár a nagybőjtben egy ilyen liturgik, vagy pontosabban lelki felkészülésképpen vegyétek elő ezt a Mózes öt könyvét. És a saját üdvösségetek érdekében olvassátok el. És rá fogtok ébredni, hogy mennyire kéz a kézben jár az evangéliummal. Itt látom, hogy testvérek írják 10 parancsot, valóban az is megtalálható benne, mint egy gerince vagy közepe, sok más mellett is. Miért javaslom nektek még egyszer ezt a dolgot? Mert a mi életünknek a megélése, helyzete, hogy úgy mondjam, kísértései, nehézségei, örömei nagyon-nagyon hasonlítanak a pusztában tartózkodó népnek a dolgaihoz. Tehát amikor felkiáltásaid vannak, kérdéseid vannak az ügyeiddel, az életeddel kapcsolatban, rengeteg párhuzamot már meg fogsz találni, amit ezek az emberek megéltek. És amiképpen hagyatkoztak az Istenre, hogyan tudtak ezáltal tovább menni az ígéret földjére, vagy hogy így mondjam, az üdvösségük felé.
Tehát mindannyian, én is, te is, bármelyik más társunk végigmegy az életnek ennek a pusztáján, mint Izrael népe. És azt lehet észrevenni, hogyha az Isten törvényeire, az ő vezetésére hallgatsz, ami már elég sok meg van fogalmazva a Szentírásban, meg van fogalmazva a Mózes 5 könyvében, az evangéliumban, akkor élhetővé válik a mindennap, és célt nyer. Viszont, ha a saját fejünk után megyünk, vagy hogy mondjam, saját érzéseinknek és nyűgyeinknek átadjuk magunkat, akkor megint az a szokásos egy helybe toporgás lesz, amit már ismertek. És ami mindannyiunknak a saját nyűge vaja. Van egy nagyon szép rész, második törvénykönyv végén, amikor Mózestől búcsúzik az Úr, ezt mondja neki. Én ma itt eléd tártam halált és életet. Ha betartod mindazt, amit mondtam neked, és az életet választod, akkor eljutsz hozzám. Akkor veled tudok lenni. De nem futóverseny ez, ez nem valami futópálya, hanem az életben való kitartás, az életben való elmélyedésnek az útja igazából. Tehát ne úgy vegyétek, hogy most valaki az alapján fog téged beválogatni a csapatba, vagy hazahívni, vagy rád mutatni, hogy én szeretlek, és fontos vagy nekem, hogy milyen módon tartottad meg a törvényt. Nem! Az Isten szeretetének segítségei tartanak meg téged az életedben, és ezek által tudsz egyáltalán lenni, és végül is teljessé válni az Úrral. Tehát segítségnyújtás zajlik, nem pedig megmérettetés. Nem pedig verseny. Nem pedig, hogyan fejezem ezt ki nektek? Erőpróba. Ezeket oda lehet hozni hasonlatképpen, mert szoktuk is ezeket a szavakat használni, de inkább azt mondanám nektek, hogy a kulcs van a kezünkben ezek által. Tehát mai evangéliumra meg kicsit az Izaiás prófétára reagálva, ami bár nincsen benne ebben a Mózes 5 könyvében, de az Úr szava, az Úr törvény abszolút szerepel benne, ezt tudom nektek javasolni. Mind a mellett, amiről tegnap is szóltunk, hogy hagytok időt. Hagytok időt és teret az életetekben az Úrral, a Krisztussal való személyes beszélgetésre. Tehát azt jelenti, hogy odaszánom magam, figyelek, együtt vagyunk, merre menjek. Ismerem azt, amit nekem tanítasz, ezek alapján hogyan lépjük tovább, hogyan javasold a dolgokat, mit mondjak, mit tegyek, mit tegyünk együtt, Uram. Még egyszer kicsit összefoglalva, azt tudom nektek mondani, hogy akkor a Mózes 5 könyvével együtt az evangéliumokat tanulmányozzátok, aztán jöhet majd a többi is, hogyha kedvet kaptok, de ne használjátok kettőt egymás nélkül. Tanuljatok most ilyen módon. Képezzétek magatokat, használjátok a kinyilatkoztatást, amit megírtak már nekünk jó sok évvel ezelőtt. Nem csak az okulásunkra, hanem az életünkre. És tényleg fel fog ragyogni a Krisztus. Olyan módon, hogy erősebb alap lesz ez az életedben bárminél. Amen. Isten áldjon mindannyiótokat. Áldott légy, Uram, szent neved áldja lelkem. Áldott légy, Uram, mert megváltottál már. Áldott légy, Uram, szent neved áldja lelkem. Áldott légy, Uram, mert megváltottál már. Áldott légy, Uram, szent neved áldja lelkem. Áldott légy, Uram,
mert megváltottál már. Így könyörgök hozzád, Uram, hogy a testvérek, akik itt vannak most, ebben a Szent Misén otthonaikban együtt imádkozunk, kedvet kapjanak arra, hogy megismerjék a Szentírást, azon belül is a legeslegfontosabb könyvet, a kinyilatkoztatást, amit már te megadtál nekünk életvezetésünképpen. És nem azért, hogy minket szigorítsál, vagy bántsál, vagy nehézségeket rakjál ránk, hanem amiatt, hogy élni tudjunk és eltaláljunk hozzád. És ez legyen a biztos pontunk ebben az életben. És amikor már nálad vagyunk, akkor beteljesedni lássuk az ebben foglaltakat. Kérlek téged, mindenható Atyán, körök Isten, nagyon nagy bátorsággal segítsd, főleg az ifjakat, hogy elővegyék a Szentírást, elővegyék a Tórát, elővegyék Mózes 5 könyvét az evangéliumokkal együtt. A kettőt együtt lássák, a kettőt soha el ne választják egymástól. És a megadott segítség alapján életükben mindig tájékozódni tudjanak, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik, Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Amen. Most pedig felajánlással folytatjuk tovább a Szent Misénket. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk néked, mint a föld termését, emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindörökké. A bor és a víz titka által részesüljünk annak istenségében, aki kegyesen részes lett emberségünknek. Áldott vagyunk mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Felajánljuk néked, mint a szőlőtő termését, emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten mindörökké. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket, és legyen kedves színed előtt áldozatunk. Mosd le, Uram, bűneimet, vétkeimtől pedig tisztíts meg engem. Így imádkozunk most együtt, testvérek, hogy közös áldozatunk és imádságunk kedves legyen, ami Urunk Istenünk színe előtt. Fogadj el az Úr kezünkből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Istenünk, árazd ránk jóságosan kegyelmedet ebben az áldozatban, hogy általa megtisztuljon földi életünk bűneinktől, és elnyerjük mennyei adományaidat. Ezen kívül kérlek, Uram, hangold összes testvérünk lelkét a te irányodba, hogy merjék használni a te segítségedet. Éljenek a te áldozatodból, és hallgassák a te ígédet, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Mert kegyesen megadod hívő népednek, hogy évről évre a megtisztult lélek örömével várják húsvét szent titkának ünnepét. Most többet imádkozzanak, buzgóban gyakorolják az irgalmasság tetteit, és az újjászületés szentségei által az Isten gyermekség teljességére jussanak. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben. A te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőséget betölti a mennyet és a földet. Hozsanna a magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet,
hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt, vegyétek. És igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, az egész papsággal és hívő népeddel együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el ebből a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyessével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted. Részesei lehessünk mi is az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára, és nagy irgalmassága szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne a vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen közöttünk mindenkor, és a te lelkeddel. Köszöntsük egymást a békejelővel. Legyen békesség köztünk mindenkor. A mi Úrunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése váljék a szent áldozásban lelkünk üdvösségére.
Urunk Jézus Krisztus, szent tested és véred vétele ne váljék ítéletünkre, vagy kárkozatunkra, hanem jóságodból szolgáljon lelkünk és testünk oltalmára és gyógyulására. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív a asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére őrizze mindnyájunkat az örök életre. És kérlek téged, Úr Krisztus, hogy testvéreket ugyanazokban a kegyelmekben részesítsed, mintha itt lennének testben a Szent Mésén. Add meg nekik a lelki áldozás minden kegyelmét. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Tudjátok, hogy ilyenkor szoktunk szokásunkhoz, meg fogadalmunkhoz híven koronavírus járvány megszűnésére imádkozni. És újabban már én azt mondom, hogy avval a kiegészítéssel tegyük ezt, hogy azoknak, akiknek hatalmában áll a védőeszközök, jelen esetben az oltás, a vakcina eljuttatása, azok ne legyenek kemény szívűek. Ne csináljanak ebből feltétlenül minden áron és egyedüli monopól helyzetben lévő üzletet. Istenem, örök atyám, add meg, hogy nyíljék meg ezeknek a gyógyszergyáraknak, ezeknek az embereknek a szíve. Add, hogy más gyáraknak is adják meg a lehetőséget az oltóanyag legyártására. Add, hogy minél hamarabb minden testvérünk védetté váljon. Ne ebből akarjanak meggazdagodni ezek az emberek. Ne éljenek vissza avval a hatalommal, amit Isten nekik ajándékozott, és ami által ki tudták fejleszteni az ellenszert. Tedd fogékonnyá az ő lelküket irántunk, a nép iránt, az emberek iránt, hogy mielőbb mi is egymás segítségére boldog, és nyílt, és nyitott, és Istenben gazdag életet tudjunk élni. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Bocsáss meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolatszóval, cselekedettel, vagy mulasztással követtünk el. Összes magyar szentek boldogok, könyörögjetek érettünk. Szent Mihály főangyal, könyörög érettünk. Boldogságos Csíksomlyói Mária gyerekek gyógyítója, könyörög érettünk. Összes csodáidat elbeszélem, újjongok és örvendezem benned, neved szól énekem, fölséges Istenem. Körögjük. Urunk Istenünk, szent asztalod kenyere, a mi Urunk Jézus Krisztus erősítsen minket a hitvalló keresztény életben, és szerezze meg nekünk mindenkor irgalmadat és segítségedet, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Nem sokára véget ér a Szent Misénk. Még egyszer megmutatom nektek a Bibliát, amiről beszéltem. Mózes 5 könyve,
evangéliumok összetartozása, az életed vezetése, az életed kulcsa megtalálható a Szentírásban, szinte hasonló helyzetekkel, amiket már te is élsz, átélsz, és ami még jönni fog. Életed kenyere pedig tápláléka itt, a kenyérben és borban, az Úrban, az ő igéje, és azt együtt adja ki a teljes helyzet, és akkor nem fogsz férni. Akkor meg fogsz térni, és nem fogsz nélküle semmit sem tervezni, és nem is akarsz mással lenni. Ennek az ajándékával, bizalmával küldelek titeket, és holnapi napon is találkozunk majd Szentmisén. De egy dolgot nem tudtok megspórolni. A vele való beszédet és az életednek a felmutatását és odabízását és áttárgyalását. Ez mindenképpen ott van. Előttetek és a döntésetek, hogy ezt megtegyétek. És akkor így adom nektek az áldást. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. A boldogságos Szűz Mária és minden védőszentjeitek, az összes magyar szentek és boldogok, itt a mi egyház községünkben kiemelten is, Szent Mihály főangyalnak a közbenjárására, áldjon, őrizzen, oltalmazzon, gyógyítson mindannyiunkat a mindenható Isten, aki Atya és Fiú és Szentlélek. Mostani közös imádságunk, szentmisénk véget ért, mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Boldog asszony anyánk, régi nagy pátrónánk, nagy énségben vinné, így szólít meg hazánk, Magyarországról, édes hazánkról. Ne felejtkezzél el szegény magyarokról, Magyarországról, édes hazánkról. Ne felejtkezzél el szegény magyarokról. Most segíts meg, Mária, irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hőimáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség, kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Dicsértes